Sokan gondolhatjuk, hogy miután megszereztük a jogosítványunkat, a világ bármely pontján képesek lennénk vezetni. Azonban a következő pár percben bemutatott utak még a legtapasztaltabb sofőrökön is kifoghatnak. Azok az emberek, akik ezekre a tájakra merészkednek, életüket kockáztatják, ezt a magas halálozási ráta is alátámasztja. A helyiek naponta kénytelenek használni ezeket az utakat, legyen szó hajtűkanyarokról, veszélyes hegyi ösvényekről, vagy háborús zónákon át vezető utakról. Szóval érezd magad szerencsésnek. Öveket bekapcsolni, indulunk. 10. Stelvio hágó. A Stelvio hágó Olaszországban található 2756 méteres magasságban, mely a legmagasabb aszfaltcsík az Alpok keleti részén. A hágó inkább hasonlít egy kisgyerek firkálásaira, mint sem egy útra. Ez a kaptató majdnem 2 kilométert emelkedik, és csak egy nagyon alacsony korlát választja el a meredek hegyi szakadéktól. Nem ajánljuk, hogy lenézz. 9. James Dalton országút. Alaszkában húzódik 660 km hosszan Fairbanks városának északi pontjától a Dead Horse környékéig. Annak ellenére, hogy első pillantásra vonzónak tűnik, rengeteg kátyúval van megáldva. Az erős szél miatt pedig kis kődarabok repülnek a levegőben. Mindennek tetejében az út a semmi közepén fekszik. 8. Patiopulo Perdikáki. Európa legveszélyesebb útjaként tartják számon, amely apróköves burkolatával, meredek lejtőivel és emelkedőivel adja fel a leckét a sofőröknek. Az út keskeny, korlátok nincsenek, ráadásul további nehezítés, hogy nem csak állatokat és gyalogosokat, hanem még hatalmas kátyúkat is kerülgetni kell. Nem meglepő, hogy éjszaka többszörösére emelkedik az út áldozatainak száma. 7. Karakoram országút. A Barátság országútjaként is ismert stráda Pakisztánban található. A Karakoram a legmagasabb aszfaltozott országút a világon, mely összeköti Kínát és Pakisztánt. Gyakoriak a földcsúszamlások és az árvizek, és ha még ez sem lenne elég, az út pakisztáni része burkolatlan. Ennek ellenére nagy turista attrakciónak számít a lenyűgöző látvány miatt. 6. Észak-Jungas út. Az Észak-Jungas út, más néven a Halál útja, Jungas régióban található Bolíviában. Legendás az általa nyújtott veszélyek miatt, mi több, a hatóságok a világ legveszélyesebb útjának keresztelték. Becslések szerint évente 200-300 utas veszti életét. Az út mentén rengeteg kereszt van, amelyek azokat a pontokat jelölik, ahol a járművek a mélybe zuhantak. Gyakori jelenségnek számít a buszok és kamionok számára, hogy beragadnak egymás mögé, hisz az út olyan keskeny, hogy lehetetlen az előzés. 5. Los Caracoles hágó. Ez a hegyen keresztül húzódó út Chile és Argentína között sok meredek lejtővel és éles kanyarral rendelkezik. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy szinte egész évben hótakaró borítja. A hó és komplex természeti táj nagyon magas fokú türelmet és vezetési készséget követel meg. Kamionok és emeletes turista buszok használják. 4. Skipper's Canyon. A Surdok Új-Zélandon terül el, hihetetlenül ijesztő, mivel egy nagyon keskeny vájatot képez egy puszta sziklafelületben. Ezen a kígyózó úton csak az hajthat, aki egy különleges engedéllyel rendelkezik. Ha viszont megszerzed ezt az engedélyt, készülj fel egy csúszkálós kihívásra, és sok szerencsét kívánunk, ha szembe jön valaki. 3. Guolian-Galagút. Guolian-Galagút egy hegyoldalban húzódik Kínában, melyet a helyiek vájtak ki. Megépítése előtt a falu el volt választva a civilizációtól az őket körülvevő sziklák miatt. Annak ellenére, hogy egyáltalán nem forgalmas, a kialakítása miatt mégis nagyon veszélyes. 2. Passage du Gua. A Passage du Gua egy durván 2,5 méter magas töltés Franciaországban. Ennek a tetején húzódik egy út, melynek különlegessége abban rejlik, hogy minden nap kétszer elönti a tenger. Ez a 4 kilométeres táv esetenként zsákba macska a sofőröknek és az átkelőknek. Az út két szélén jelzőtáblák és jelzőpanelek díszelegnek, szakaszonként pedig magasított mentőpontok is vannak azok számára, akiket az átkeléskor ér a dagály. Ez tehát egy igazi kalandtúra, ami már a Tour de France egyik országúti szakaszát is feldobta. 1. Zojila hágó. Indiában található az indiai nemzeti országúton Srinagar és Leh között. Nagyjából 3528 méter magasságban húzódik, ezzel a második legmagasabb hágó a térségben. Az itteniek számára nélkülözhetetlen, hiszen ez köti őket össze a világ többi pontjával. Télen gyakran zárva van. Ezzel a lista végére értünk. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Feliratkozásnál pedig ne felejtsétek el megnyomni a harangikont, hogy elsőként értesüljetek az újdonságokról.
Ha még mindig itt vagytok, nézzétek meg a legutóbbi videónkat is. Na, sziasztok!